Köszöntöm Önöket az Erkel Ferenc Alapfokművészeti Iskolai Tagintézményből. Lóakerekes Ágnes tagintézmény vezetővel beszélgetünk. Mögöttünk éppen próbálnak, hiszen hamarosan egy verseny kezdődik. Mi is ez a verseny? Köszöntöm Önöket! Az első Jász-Nagykun-Szolnok megyei vonós versenyt rendezzük meg idén. Első ízben, mint megyei versenyt, és első ízben, mint felvállaló iskola is. Azt hiszem, hogy mindenki nagyon lázasan készül, gyerekek gyakorolnak. Tudjuk, hogy még most jelentkeznek befele, tehát nem tudjuk a végleges létszámot, de előzetesen hányan jelentkeztek? Előzetes létszám szerint 9 iskolából 36 hegedűs és csálista növendék jelentkezett. Mit kell tudni a karcagi versenyzőkről, hiszen az önnekünk mindig csak hazafelé hajlik a szívünk? Karcagi versenyzők 8-an vannak, 2 hegedűs, 1 kezdős, illetve 1 utolsó, 4. korcsoportos nagyfiú, illetve 6 csálista van, és nagyon lázasan készültek erre a mai versenyre, úgyhogy reméljük, hogy eredményekben gazdag lesz számunkra is a verseny. Volt valami kötelező darab, vagy mindenki azt játsza, amit szeretne, vagy amit legjobban tud? Szabadon választott darab volt egy, illetve egy etűd, és ami kritérium volt, az csak annyi, hogy kotta nélkül szeretnénk, ha mindenki játszana. Azt hiszem, hogy akkor nagy lesz az izgalom. Beszéljünk egy picit a zsűriről, hiszen azért rájuk is nagy feladat hárul a mai napon. Igen, Debrecenből művésztanárokat kértünk fel a zsűri tagjainak. A zsűri elnöke Sárosi György Brácsa művész lesz, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának tanszékvezetője. Versenszki Ildikó, a Debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola zeneiskola és AMI-nak a tanszakvezetője, illetve Bánfalvi Katalin cselló tanárnő, aki a zeneiskola nyugalmazott cselló tanára. Akkor azt hiszem izgalmas lesz a mai verseny, hiszen elsőnek lenni mindig jó is, meg egyben nagy felelősség is. Én szép versenyzést, és hát reméljük karcagi sikereket is tudhatunk a végén. Mi is reméljük, hogy mindenkinek sikeres lesz ez a mai nap, mindenki jól fogja érezni magát, és örömmel távoznak tőlünk a résztvevő gyerekek és iskolák. Köszönöm szépen!